egészében a Vatikán kezében és az egyház kezében van. Még mondanék egy harmadik ügyet is. Decemberben lesz 100 éve annak, hogy Budavárában 4. Károly királyá koronázták december 30-án, talán jól emlékszem felvő. És az ő boldogválhatására még II. János Pál pápa idejében sor került, most pedig tudomásom szerint Zitának, a feleségének boldogválhatása van folyamatban, tehát több olyan boldogválhatás zajlik a Vatikánban, amely nagyon érdekű. Mi ezeket az ügyeket kormányzati oldalról nem tudjuk befolyásolni, úgy tudom a magyar katolikus közösségek, a magyar katolikus egyház pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy az eljárási rendet betartva, de ezek a procedúrák természetesen figyelembe véve, még egyszer mondom, a szabályokat lemenjenek. A Mindszenty ügynek elég nagy a sajtójáról sokat lehet olvasni. Mi a kormányzatban kifejezetten fontosnak tartjuk Mindszenty bíboros emlékének az ápolását, ezért támogatjuk Zalaegerszeg városát, akikkel kezdtem is a mai kormányunkot azzal fejezem be. Zalaegerszeg városát, ahol beváros volt annak idején Mindszenty József, egy Mindszenty József központnak a létrehozásával, amelyre vonatkozóan fontos, nagyon fontos kezdeményezés van Zalaegerszeg városában. Tehát a Mindszenty örökség ápolása, Esztergomi Várhegy, a Mindszenty emlék megőrzése rendkívül fontos. Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb kultusza van Márton Áronnak is Magyarországon. Több olyan könyv dokumentum jelenik meg, amely az ellenálló, a román kommunista diktatúrával szemben álló és ellenálló magyar főpap életét, mártíromságát mutatja be és mutatja fel példaképként. Ez Magyarországon kevésbé volt ismert, én azt tapasztalom az utóbbi évtizedben, hogy egyre ismertebb, azonban a erdélyi magyarság és a székelység körében Márton Áron élete az egyik legnagyobb példamutatás volt a kommunizmus éveiben, és csak tisztelettel és megbecsüléssel beszélhetünk róla, ezért fontos ez a kezdeményezés is minden magyar ember számára. Köszönöm szépen!